Száraz György könyvei, a kiválasztottak titkos tudása, a lelkekbe és az erekjébe rejtett információk, Istenek beavatásai, az egyiptomi misztérium iskolák, az élet mágikus alapelvei, személyiségfejlesztő mesterkurzus, a magyarok beavatása, ősi napvallásunk szent ösvényén, megrendelhetők a napvallás.hu oldalon. Tehát az önvaló szemszögéből nézve, akit majd ugye definiálnom kéne, és akkor röviden akkor megteszem, tehát Isten bennünk, jó, most elégedjünk meg ezzel. Aki bővebben érdekel a kifejtése, a kék könyvet olvassa, kiválasztott a titkos tudását, tegnap érkezett, szuper, ha megvan, akkor otthon is. Ez az egyedi bennünk. Igaziból az egónk nem valami egyedi. Mert az egónk minden pillanatban meghal és újjászületik, tulajdonképpen változásoknak kitett. Az isteni az sosem kitett változásoknak bennünk, tehát a spirituális intelligencia abból fakad. Az egy icike-picike rész bennünk Istenből, mivel Isten az egész, mi vagyunk a része, de szubstanciálisan az ugyanaz, ezért ugye részegészben gondolkodunk, jó, ezen túl vagyunk, vagy nem vagyunk túl. És ez az egyediség az, ami miatt én azt mondom, hogy kérem, ő úgy látja, hogy egy élet, ami lehet 70-60-80 év, az leérhető akár úgy is, hogy valaki nem foglalkozik spirituális intelligenciával. Nem is fogadja el, hogy létezik. Nem is törődik vele. Vagy csak az életének a közepétől kezd el foglalkozni vele. Semmi gond. Neki ez bőven belefér. Ha egy emberiség 2000 év alatt szinte semmit nem fejlődik, neki ez is belefér. És ha 25.920 évig, ami azért nem ennyire precíz, de mondjuk úgy, hogy kössük valamihez, mert mi szeretjük mindig ezekhez a számokhoz kötni a saját kis életünket, hát ha akarjuk, akkor láncoljuk magunkat a számokhoz. Én nem vagyok nagyon hív ennek, már e tekintetben, mert függőséget okoz, és nem növeli az élettartamot, de rövidíteni se rövidíti, az igaz. Csak elveszi egy részét legfeljebb az időnknek. Szóval, ha neki egy világkorszak, egy világév is még simán belefél, akkor én miért legyek én az, aki a saját kis akaratával, mint valami hittérítő, amiből ugye olyan sok, vagy mint politikus, mert mind a kettő hasonló, elkezdjek itt bolsevizálni, hogy te higgyétek el, hogy muszáj fejlődni, mert jön a korszakváltás, és fú, akkor megnézhetitek magatokat, hogyha mit tudom én, milyen érzelmi intelligenciával, sima IQ-val és milyen SQ-val fogtok ennek neki menni, spirituális intelligenciával. Nem. Ne feszélyezzétek magatokat, ne arra használtok majd az ismereteitől, amit mindjárt hallani fogtok, hogy saját magatokat frusztráljátok, és mint egy fenyegetitek. Mert akkor ti csak azt bizonyítjátok be, hogy baromira célt ért az egyébként pseudokereszténységnek, általam pseudokereszténységnek hívott elmúlt 2000 éves mahináció. Magyarul a bűntudatkeltés. A teremtésben leírtam könyvben is, nincs bűntudat. A személyiség fejlődésedben ne legyen bűntudat. Teszel valamit, annak van egy következménye, azt vagy elfogadod, vagy nem, remélhetőleg a hibát majd felismered, és ki akarod javítani, és a dolog itt lezárult. Amit kell, azt megkapom érte én is, megkapod érte te is, köszönjük szépen, lépjünk már tovább. De az, hogy önvád, önmarcangolás, bűntudat, önostorozás és társai masszírozzák a, hát a, legeset, a legjobb eset, tehát a szívünket, mert biztosan ez a szívünkről fog mihez szólni, azt úgy gondolom, hogy nem szabad megengedni magunknak. Inkább foglalkozzunk olyan szép dolgokkal, mint hogy van két típusú lélek. A fejlődő lélek, illetve a teremtett lélek. Az egyik olyan, akinek nem kéne reinkarnálódni. A másik, de mégis megteszi, mert segít a többit. Ők a teremtettek. A nevükkel most ne nagyon foglalkozzunk, most fogadjuk el, hogy B, vagy A, tök mindegy. A másik, az, akiért jön. Ők vannak többen, ők lesznek azok, akik majd rászorulnak némi támogatásra. De nem úgy, hogy pálcát törünk fölöttük, nem úgy, hogy akkor kényszerítjük őket. Tessék olvasni Platont, hogy mi történik akkor, amikor kényszerít a vezető réteg, vagy kényszerít a alsó réteg, vagy kényszerít a középső réteg. Nagyon furcsa nevű, nem államformák, hanem hatalmi típusok jönnek belőle ki, egyik se jó. Ha valaki olvasott Platont, akkor meg tudja mondani, melyik a számára az ideális államforma, esetleg vagy uralkodási mód. Tudja valaki? Ugyanaz, mint a magyaroknál volt régen, ugyanaz, mint az egyiptomiaknál volt régen. Királyság. Értve ez alatt, hogy Isten által felhatalmazott szellemi, tehát spirituális, beavatott vezető fogja irányítani
Hát legfelső szinten a többieket. Pont. Ezt csak azért mondtam el, mert nálunk is ez lenne a jó. Ha megfelelő spirituális intelligencia, isteni alkotóelem irányítana minket, az ugyanis más döntéseket fog hozni. Ez lehet, hogy majd azt mondja, hogy gyorsíts, amikor egyébként nem kéne, és lehet, hogy azt mondja, hogy úristen, lassíts, mert most te baromi magabiztossal futsz a vesztedbe. Tehát nem pont ugyanazok a szempontok és értékrendek vannak. De mindenképpen ez a legfőbb, tovább megyek, akár teremtett, akár fejlődőnek, a legfőbb jó az emberben. Ez az önvaló, és itt nagy évvel írtam, és mondom, jó, tehát jó, mert ez azonos Istennel. A többi már nem annyira. A többi már eltér, azán módosul. Ott már vannak egyéb, mondjuk így, hogy hát hangolódások. A szívről nem így gondolkodik a legtöbb ember. Tehát a legtöbb embernek nem az fog eszébe jutni, hogy a szívemben van az önvaló, és itt zárójelben megjegyzem, hogyha valakit érdekel, akkor igaz részben, részben igaz, hogy a szívben van, de részben nem ott van, tehát igaz is, meg nem is, egyszerre, hanem általában a legtöbb ember ugye a szívvel kapcsolatos dolgok, principiumok kapcsán, jóságra, szeretetre, érzelmekre, hálára, mit tudom én, is gondol a lélek mellett. És ez mindig az is. De pont azért, mert vannak ezek a szimbolikus, illetve metaforikus megfogalmazások, nem árt tisztázni, hogy a szív, a mi olvasatunkban, most nem a dobogó fiziológiai szerve gondoltam, hanem kimondottan a szívre, mint egyfajta spirituális központra gondolnék. Szóval a szív ilyen értelemben egy olyan adottságunk, amivel, ha helyesen bánunk, értékeket tudunk teremteni. Mondhatnám azt, hogy csodákat, de azért leszállnék a földre, értékeket. Tehát az, ami bennünk értékes, és ami belőlünk előjöhet és értéket hordoz, annak valahogy köze van a szívhez. Nem minden érzelem az, de gondoljátok végig, hogy mink ami a fejünkben megfogalmazódik, és kimondjuk, mert ez úgy van ám, hogy van egy gondolat, és azt kimondjuk, és nagyon sokszor cselekszünk is, ugye ez a három kategória azért megkülönböztetendő, tehát a fejünkben lévő gondolat, a kimondott szó és a cselekedet, akkor igazából mi úgy gondoljuk, hogy a gond... Úgy gondoljuk, ugye? Tehát feltételezzük, hogy a gondolat van először. Ez így is van. Bár néha úgy gondolom, hogy sokan meggondolatlanul beszélnek, de semmi baj, általában a gondolat van először. De ha mélyebben megpiszkáljuk a felszínt, akkor a gondolatot a mai állapotunkban nagyon erősen a szív manipulálja. Tulajdonképpen nem is független a gondolat és az érzelem egymástól, tehát a fej és a szív, okay? Mert nagyon erős, ez lesz a gond, ez lesz itt a fő dilemma és a fő kihívás, hogy melyik van, mikor fölül, alul, jó-e az a aktuális hierarchia, persze az egyik helyzetben igen, a másikban nem, és tulajdonképpen, amit a fejünkben mi megfogalmazunk, az tényleg így van-e, vagy nagyon erősen a szívünkön múlik, a szívünk tisztaságán, a szívünk állapotán, hangoltságán múlik-e, vagy sem, hogy mi mit gondolunk a fejünkben. Természetesen ti tudjátok a választ, hogy igen, nagyon erősen azon múlik, hogy a szívünkben rend van-e, tisztaság van-e. Na, ebbe fogunk majd mindjárt belemenni. Ha ugyanis te helyesen tudnád átélni a szívedben lévő jóságot, tehát nem a többi katyvaszt, mert az ego rákapcsolódik a szívre, rákapcsolódik a fejre, egyébként jó sok másik helyen is van, még az aurában, és az aurán keresztül tulajdonképpen hat az idegrendszerünkre, ezért nem lehet lokalizálni olyan egyszerűen. Tehát el lehet mondani, hogy itt is van, ott is van, amott is van, egyik góca itt van, másik góca itt van, itt egy csápja, ott egy csápja, tehát ilyet lehet mondani róla, ha nagyon analitikusak vagyunk. De ha nem akarunk annyira analitikusak lenni, akkor csak annyit érdemes megjegyezni ebből az egész okfejtésből, hogy az a mi kis szívünkre hatással van, de úgy, hogy átszövi sok esetben eléggé erősen, vannak akiknél kevésbé az ego. Az nem jelenti azt, hogyha valakinél kevésbé, hogy akkor az gyenge lenne. Tehát magyarul az érzelmi nyomógombjaidat belülről
fantasztikusan ismeri valaki, ezek a kis neuralgikus pontok, és persze ott van a lélek is. Csak a kettő között, ha lehet így térben elhelyezni a példa kedvéért, akkor van egy óriási különbség, hogy közelebb van az ego, mint a lélek. Nem a szónak az igaz mi volt értelmében, mert az igazi mi voltod az a lelked, az az örökké, és az nem fog elmúlni, és majd amikor a testeddel együtt az egód elpusztul, vagy valamivel másba beolvad, akkor végül is csak ott marad pőrén a lelked. Tehát ez egy gyémánt, ami nem tud elégni a tűzben, de a személyiségfejlődés belső alkimiája arról szól, és a spirituális intelligencia fejlődése is, hogy viszont mindent, ami nem én, tehát ami ego, mert ego alatt a hétköznapi mulandó, tehát rövidúval átmeneti énedet értjük, azt előbb-utóbb a megfelelő, tehát a hierarchiában a megfelelő helyre kell tenned, vagy a megfelelő nézőpontba kell helyezned. Tehát meg kellene tanulni úgy élni, gondolkodni, hogy az egód akkor érvényesülhessen, amikor a szíved megengedi, és amikor a szíved úgy gondolja, hogy nem, értsd a lelkedet, az Isten önvalódat a szíved alatt, akkor ne tegye. Mi történik, amikor közelebb kerülünk az önvalónkhoz? Amikor valaki megismeri a saját önvalóját, erre mindenkinek lehetősége van, rögtön elindul benne egy tudati áthangolódás. Elkezd áthangolódni a tudat. Tehát én minél közelebb kerülök a saját szívemhez, a bennem élő spirituális intelligenciához, annál jobban át fog hangolódni a tudatom. Tehát a szentek, a bölcsek nem úgy lesznek bölcsek, hogy megtanulják könyvekből, hanem úgy, hogy ők közelebb kerülnek a bennük lévő centrumhoz, az örökké való részhez, és ez egy olyan sugallat sorozatot indít el, ugye rámondom, hogy hogyan, amelynek a hatására a gondolkodásmód és az én kép, az önmagadról alkotott kép, lassan, olyan finoman hangolódik át, ahogyan mondjuk a fűszál kinő. Tehát, hogy úgy nézed, hogy nem látod, hogy nő. De aztán egy-két-három nap, egy-két-három hét elteltével egyszer csak kibújt. És már zöld az egész mező vagy a kerted. Tehát, hogy ez lehet, hogy ettől néha lassabban azért, de valamilyen szinten így működik. Előadásaimról, könyveimről, a különféle istentiszteletekről, utazásokról és egyéb programokról a napvallas.hu oldal eseménynaptárjából tájékozódhatsz. További érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György, valamint az Igazságkereső című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallas.hu és a boldognapot.hu honlapjaimra is, amelyek saját Facebook oldallal is rendelkeznek. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!